A koronavírus járvány miatt idén nem egy központi, budapesti ünnepségen, hanem helyben, az adott intézményben adják át a miniszterelnökség nemzetiségi tanulmányi ösztöndíját. Lélek nemesítő, lélekemelő üzenetekkel érkezik hozzánk. Az eseményen Ceglédiné Gurzó Mária, az intézmény vezetője emlékeztetett, Soltész Miklósi már harmadik alkalommal keresi fel az iskolát, és mindig pozitív üzenettel érkezett. Szükség van arra, hogy azok a fiatalok, akik jól tanulnak, akik a nemzetiségeket megőrzik, azok tovább is vigyék ezt a kultúrát, a nyelvet, és azt a közösséget, amiről a beszédem elején mondtam, hogy két nemzet közötti megerősítést is szolgáljátok. Az államtitkár kiemelte, feladatunk és felelősségünk is, hogy erősítsük a magyar-román kapcsolatokat. Ezt is szolgálja a nemzetiségi ösztöndíj, melyet 6 iskolarendszerrel bíró magyarországi nemzetiség képviselői kaphatnak meg. Az elismerést előbb Streinvirág Brigitta vehette át, aki nem csak kitűnő tanulmányi eredményeket ért el, hanem aktívan részt vett a nemzetiségi hagyományok ápolásában, és már most tudatosan tervezi a jövőjét. Először is szeretném sikeresen befejezni a gimnáziumot, majd a Szegedi Tudományegyetem jogi karán szeretném folytatni a tanulmányomat, és nemzetközi jogászként szeretnék tevékenykedni. Szelezsán Petra Lívia szintén kitűnő tanulmányi eredményeket tudhat maga mögött. Ő is a Szegedi Egyetemen szeretne tovább tanulni, anglisztika szakirányon szerezne, fordító-tolmács végzettséget, majd turisztika szakirányon tanulna tovább. Még kisiskolás koromban rengeteg román nyelvi prózamondó versenyen vettem részt, jelenleg is tagja vagyok az iskola énekkarának, és nagyon szívesen fellépek velük eseményeken. Gimnáziumban minden év végén kitűnő tanuló voltam, és mindig igyekszem a legjobbat teljesíteni. A délelőtt során Soltész Miklós több olyan gyulai helyszínt is felkeresett, melyek szerepelnek a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a város fejlesztési tervei között. Most ezek előkészítéséről folynak tárgyalások. A katolikus közösségi ház mellett felkeresték a református iskolát, a katolikus gimnáziumot és a káváriát. A bejáráson Kisrigó László püspök, Kovács József országgyűlési képviselő és Görgény Jernő polgármester vett részt. A Gyula TV-nek adott interjúban az államtitkár azt mondta, Gyula számára az 5 legszebb település közé tartozik, de így is vannak fejlesztendő területek a városban. Fontos mind a katolikus, mind a református iskolának a adott esetben tornaterem vagy sportcsarnok bővítés, vagy akár még terembővítések is. Ez is napi renden volt. Nyilván ígéretet most nem tudok tenni, de nagyon bízom benne, hogy sikerrel fogunk járni. Ugyanilyen fontos a nemzetiségeknek a helyzete, és itt leginkább persze most a románról beszélek, hiszen a román nemzetiség az meghatározó Gyulán és Gyula környékén. Maga az iskola, akár az általános iskola, akár a gimnázium, kollégium, az is nagyon fontos. És hogyha további terveik vannak az iskola megújításával, akkor biztos, hogy azt is fogjuk támogatni a következő években. Soltész Miklós emlékeztetett, a német városi katolikus templom felújítása ugyan még nem kezdődött el, de a támogatást már megítélték.